Szeretettel köszöntünk Londonból, a Talented Children otthonából. Ezúttal egy 37-es kreatív kihívásra invitálunk benneteket, melyeket havi kihívásokra bontottunk. A kihívás júniustól decemberig tart, és mindössze heti egy feladatot kell teljesítenetek. A kihívás sikeres teljesítése esetén a gyerekek oklevelet kapnak, tehát a teljes kihívás alatt összesen 7 oklevél gyűjtetőbe. A kihívás célja az, hogy minél több technikát megismerjetek, kipróbáljatok, valamint hogy kreatív gondolkodásra, megoldások keresésére ösztönözzünk benneteket, miközben élvezettel alkottok. A kihíváson 16 év alatti gyermekek vehetnek részt bárhonnan a világból. Egyénileg és intézményként is lehet nevezni. Intézmények esetében legalább 10 gyermek legyen egy csoportban. Nevezni a YouTube-on a videó alatt lehet, ahol kérjük megadni a gyermek vagy csoport nevét és életkorát. A nevezés ingyenes. A kihívás június 5-én hétfőn indul, és menet közben is be lehet csatlakozni. Ahogy már említettem, a kihívás 7 hónapon át folyamatosan megy, azonban havi bontásban fogjuk a feladatmegoldásokat értékelni, azaz havonta kaphatsz egy oklevelet az a havi kihívásod teljesítéséről. Szóval, ha a júniusi 4 feladatot teljesített, küldünk egy júniusi kihívás teljesítését igazoló oklevelet. Júliusban 5 hét lesz, tehát 5 feladatot kell teljesítened a júliusi oklevélért. És így tovább. Ha bármelyik hónapban egy hét kimarad, akkor abban a hónapban egy részvételért járó oklevelet küldünk. Ha egynél több hét marad ki egy hónapon belül, akkor nem küldünk oklevelet, de ettől függetlenül szívesen látjuk az alkotásaidat. Az intézmények mentességet kapnak az őszi és a téli szünet idejére. Ha a hónap többi hetében teljesítik a feladatokat, akkor ugyanúgy jár a kihívás teljesítését igazoló oklevél ezekben a hónapokban is. A feladatokat mindig hétfőn reggel fogjuk közzétenni a Facebookon a Talented Children kreatív kihívás elnevezésű csoportunkban. Nevezéskor csatlakozz a csoporthoz, ha még nem lennél a tagja, mert a kihívás ebben a csoportban zajlik. Az alkotásodat vasárnap éjfélig kell feltöltened fotóformájában az a heti feladat ismertető poszt alá. Tehát az első hét június 5-én hétfőn indul, melyre június 11-e vasárnap éjfélig várjuk az alkotásodat. Minden héten fogunk adni egy vagy akár több témát is, melyhez legtöbb esetben szabadon választhat technikát. Néhány esetben azonban megadjuk az elvárt kivitelezési módot is. Minden héten töltünk fel inspirációs képeket is a feladatismertetéssel együtt, valamint a csoportban feltöltése kerül a kihívás tematikája PDF formátumban, amely esetleg segítség lehet a tervezésben. De ne dolgozz előre, mert fenntartjuk a jogot a tematika megváltoztatására. A kihívás teljesítéséhez semmilyen speciális alapanyag beszerzése nem szükséges. Kreatívan használd, amit van, vagy amit a háztartásban, természetben találsz. A gyermekektől azt várjuk, hogy életkoruknak megfelelően képességeiket fejlesztve a saját szintjükön oldják meg a változatos feladatokat. Ez egy jó alkalom arra, hogy új ötleteket meríts, kipróbáld magad új területeken, és magabiztosságot fejleszt ki a már jól bevált technikák használatában. A kihívások során mindig nagyon lelkes, elismerő és odaadó alkotó közösség alakul ki, amelynek atmoszféráját rendkívül élvezzük, és alig várjuk, hogy ismét megtapasztaljuk. Ha te is szeretnél ennek a kis közösségnek a részese lenni, nincs más dolgod, nevezz és csatlakozz a csoporthoz. Szeretettel várunk! Na és persze ne felejts egy lájkot nyomni a videónkra itt a YouTube-on, és mindenképp iratkozz fel a csatornánkra, hogy a további kihívásainkról, pályázatainkról értesíteni tudjunk.